Mivel rengeteg félreértés és probléma merül fel Saul, azaz Pál írásaival kapcsolatban, amire figyelmeztet is minket egyébként a Brit Hadasha, az új szövetség, hogy Saul írásait félre fogják értelmezni és nehéz megérteni. Ezért úgy gondoltam, hogy érdemes végigmenni egyesével a levelein és azok fejezetein, úgyhogy ezt el fogjuk kezdeni a rómaiakhoz írt levelével, és ez a sorozat erről fog szólni. Remélem, hogy mindenki hasznosnak találja majd, és halleluja. Akkor tehát folytassuk, és nézzük meg Saul, azaz Pál rómaiakhoz írt levelének harmadik fejezetével, ami így kezdődik. Mi tekintetben különb hát a zsidó, vagy micsoda haszna van a körülmetélkedésnek? Ugye erről szól az egész előző két fejezet, hogy mi is a különbség a zsidó, illetve a úgymond pogány között, ez a kérdés itt is. Figyeljük meg, hogy mi is a válasz. Minden tekintetben sok. Akkor ezek szerint Saul azt állítja, hogy a Jahudim, a zsidó különb, és hogy minden tekintetben sok haszna van a körülmetélkedésnek. Úgyhogy sajnálatos, de ezek után nem lehet levonni azt a következtetést, hogy ő azt hirdeti, hogy a körülmetélkedés nem fontos, vagy pedig azt, hogy már a pogányokra szállt át a szövetség. Mindenek előtt, hogy Elohim rájuk bízta az ő beszédeit. Mik is az ő beszédei? Természetesen a parancsolatokra gondol, ez kiderül 5 Mózes Teberim 5-ös fejezetből, amikor is ugye az úgymond 10 parancsolatról van szó, és ott nézzük a második verszak. Jahuva, a mi hatalmaságunk szövetséget kötött velünk a Hóreben, nem a mi atyáinkkal kötötte, Jahuva e szövetséget, hanem mi velünk, akik íme itt vagyunk-e mai napon, mindjárt és élünk. Színről színre szólott veletek Jahuva a hegyen, a tűz közepébe, azaz személyesen, onnan beszél. Én pedig Jahuva között és ti közöttetek állok vala abban az időben, ez ugye Mósé, aki közvetített, hogy megjelentsem néktek Jahuva beszédét. Ez a beszéd nem más, mint az ő parancsolatai, hiszen kiderül a későbbiekből, ugye 2 verszakkal később mondja azt, hogy én Jahuva vagyok a te hatalmasságod, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéből, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen hatalmasságaid, isteneid, én előttem. Ez ugye az első parancsolat, és utána ismétli a többit. Jahuva beszéde, az ő parancsolatai, törvényei, azok az instrukciók, a Tora, ami szerint az emberiségnek, aki az ő szövetségében részt szeretne venni, élnie kellett, élnie kell, és a jövőben is kelleni fog. 3. Tehát, ha némelyek nem hittek, mi van akkor, hogyha valaki nem hitt? Ugye a zsidók közül. Vajon azok hitetlensége nem teszi hiába valóvá Elohimnek hűségét? Ami azt jelenti, hogy csak azért, mert néhányan nem engedelmeskedtek ennek a beszédnek, illetve nem hittek benne, akkor vajon azok miatt Elohim, azaz Isten, nem lesz hűséges a néphez? Távol legyen, azaz nem. Ez nem így van. Attól, hogy az emberek hűtlenek voltak, az még nem változtatja meg Elohim ígéretét. Ugyanezt erre figyelmeztet, illetve ezt ismétli számtalan helyen az írásban, amiről is ugye a Jahuva népe című sorozat, ha megnézitek, az erről szól, de nézzük meg egyet, ez Ezekiel, Jehezikája 16-os fejezet, 59-es vers így szól, mert ezt mondja Jahuva Elohim, és ha úgy cselekedtem veled, mint te cselekedtél, midőn megvetetted az esküt, hogy megtörd a frigyet, ugye erről beszél, hogy de hát ha némelyek nem hittek, vajon azok hitetlensége hiába való teszi-e Elohim hűségét. Ugye csak azért, mert ők megtörték a frigyet, és megvetették az esküt,
60-as. Én megemlékezem a Frigyemről, melyet veled ifjúságot napjaiban kötöttem, ez ugye Izrael teljes népe, és örök Frigyet vetek veled, azaz egy örök szövetséget köt vele, és te megemlékezel utaidról, megszégyelled magadat, mikor hozzád veszed nőtestvéreidet, ugye az egész ház egyesül, Izrael északi-déli királyság, akik nagyobbak nálad, együtt azokkal, akik kisebbek, és adom néked leányaidul, de nem a te Frigyedből. 62. És én megerősítem Frigyemet veled, és megismered, hogy én vagyok Jehova. Tehát ugyanezt állítja Saul, Pál is szintén, amit itt Ezékielnek felfedett Jehova. Sőt, a 63-as versben így ír, hogy megemlékezzél és pirulj azért, amit cselekedett, hogy elfordult tőle és megvetette, illetve megtörte ezt a Frigyet, és meg ne nyissa többé a szádat szégyenletedben, mikor megkegyelmezek néked mindenekben, valamit cselekedtél, ezt mondja Jehova Elohim. Tehát megkegyelmez nekik, ezt erősíti meg itt Saul. Így folytatja a 4-es versben, sőt inkább Elohim legyen igaz, azaz az ő igazsága, az, hogy ő cselekszik, az legyen az igazság, minden ember pedig hazug, amit megvan írva, hogy igaznak ítéltessél a te beszédeidben, és győzedelmes légy, mikor vádolnak téged. Tehát Elohim mindenképpen, Isten mindenképpen megtartja az ő szavát, akár mennyire is az ember elfordul tőle, megtöri a Frigyet, vagy pedig megveti a szövetséget. Amit ő ígért, azt ő megtartja, amint az ember visszafordul hozzá, azonnal ő is természetesen büntetés mellett visszafogadja azt az embert. És ez által igaznak ítéltetik az ő beszédeiben Elohim, és győzedelmes, amikor vádolja az ember ő, hiszen ő megtartja az ő részét, annak ellenére, hogy az ember hazug, és nem tartja meg azt, ami a ráelső rész volt ebből a Frigyből, ugye itt Izrael házáról volt szó. Ötös verszakban tovább folytatja ezt a gondolatmenetet, ha pedig a mi igazságtalanságunk Elohim igazságát mutatja meg, mit mondjuk? Vajon igazságtalané Elohim, hogy minket büntet? Emberi módon szólok. A kérdés ugye az, hogy amennyiben ők elfordulnak, megtörik a Frigyet, megvetik a parancsolatokat, bűnösként élnek, azaz ez az igazságtalanság jelentése, még az is Elohim igazságát mutatja, hiszen Elohim még akkor is hű az ő részéhez. És ez is az ő szavát mutatja, hiszen azt írja, hogy megvan írva az, hogy ez így fog történni. Tehát Elohim minden körülmények közt igaz és hűséges ahhoz, amit ő ígért. Vajon igazságtalané Elohim, hogy büntet minket? Mi az igazság? Az igazság az ő parancsolatai. Vajon igazságtalan-e, ha az ember elfordul tőle, és megveti azt a Frigyet, megszegi a parancsolatokat és az ígéretét, és bűnben él, vajon igazságtalané Elohim, hogy bünteti őket? Azzal, hogy ugye az északi királyságot szétszórta, és azzal, ami történik ebben az időben, éppen Jeruzsálemben. Erről beszél itt Saul. Saul ebből kiderül elég egyértelműen, hogy izraelitákhoz és héberekhez beszél, nem pedig pogányokhoz. Ezért utalt ezekre a dolgokra. Nézzünk az igazságtalanságra egy példát, hogy valóban azt jelenti, ez Jézikájel, Ezékiel 9-es fejezet, 9-es vers így szól, és mondánékem Izrael és Júda vagy Jehuda házának vétke felette nagy, azaz vétkeztek, ismét arról van szó, mivel hogy tele a föld vérontása, tehát vétkeztek, és ártatlan vért adottak, és a város tele van igazságtalansággal. Mert ezt mondották, elhagyta Jehuda ezt a földet, és Jehuda nem látja ugye azt, amit csinálunk. Igazságtalanság az, ami a törvények megszegése, azaz, ugye itt úgy fogalmaz, hogy a vétke felette nagy, mivel a föld tele van vérontás, azaz megszegték a parancsolatait. Ez az igazságtalan. Villám gyorsan Zsoltárok, Tehelim 119-142, a te igazságod örökké, igazság a te törvényed, igaz az az ő törvénye, az igazság, illetve a te bizonyságaidnak igazsága örökké való. Oktas, hogy éljek, ugye az ő bizonyságainak igazsága.
igazsága, örökkévaló a bizonyság, természetesen az ő szava, az ő parancsolatai az, amit instrukcióknak, vagyis Torának hívunk. Tehát amiről Saul itt beszél, az az, hogy elsősorban itt ugye az izraelitákhoz szól, hiszen ők azok, akiknek elmondta az ő beszédeit, akiknek megadta a parancsolatait, ők azok, akik hűtlenek maradtak, nem hittek benne, és az ő hitetlenségük ellenére Elohim igaz maradt ahhoz, amit ígért, és még az ember igazságtalansága is Elohim igazságát mutatja, hiszen Yahuwah annak ellenére, amit ezek az emberek ellene tettek, és a szövetség ellen még mindig hűséges maradt hozzájuk. Tehát vajon igazságtalan é Elohim, hogy minket büntet, emberi módon szólok, távol legyen? Azaz nem. Mert akkor mi módon ítéli meg Elohim a világot? Hogyan ítélné meg a világot büntetés nélkül? Mert ha Elohimnek igazsága, mi is az igazság? A te igazságod, igazság örökké, a te törvényed igaz, az ő törvényéről beszél, tehát Saul mind végig a törvényről beszél, még itt is, ugyanúgy, ahogy szinte mindig. Olyan értelemben, hogy a törvényt be kell tartani, hiszen a törvény nélkül káosz lenne. Mert ha Elohim igazsága az én hazugságom, által öregbült az ő dicsőségére, miért károsztatom még én is, mint bűnös? Ugye a 7-esben arról beszél, visszautal erre az 5-ös versre, és azt mondja, hogy ha a mi hazugságunk is Elohimet dicsőíti, akkor miért ne hazudhatnánk? És akkor miért kárhoztat minket mégis? 8-as. Sőt, inkább ne cselekedjünk egy rosszat, hogy abból jó származzék. Hiszen a rossz is, amit idézőjelben rosszat teszünk, az is Elohimet dicsőíti, miért ne cselekednénk rosszat? Amint minket rágalmaznak, ugye őt, Sault, amint rágalmazták, és amint némelyek mondogatják, ahogyan őróluk ezt mondják, nem csak akkor, hanem most is, hogy mi így beszélünk, akiknek kárhoztatása igazságos, hogy ő a törvény ellen beszél, és ezeknek az embereknek a kárhoztatása igazságos lesz, hiszen ezzel vádolják hamisan a fele barátjukat tulajdonképpen. Akkor is és most is, ugye azt mondták, hogy sőt, inkább ne cselekedjünk egy rosszat, hogy jó származzék abból. És ezzel vádolták ugye Sault és az ő társait, hogy hamisan tanítják, félrevezetik az embereket, ugyanúgy, ahogy ma is, csak kicsit más szögből. 9-es vers. Micsoda tehát? Különbek vagyunk-e? Semmiképpen, mert az elébb megmutattuk nyilván, hogy a zsidók és görögök mindjárt bűn alatt vannak. Ugye azt kérdezi, hogy mi a helyzet akkor tulajdonképpen. Hogy különbek-e az izraeliták, ugye a Yahudim ebben az esetben, a zsidók, ugye az a déli törzsek, akik még ekkor Jeruzsálemben éltek, vagy pedig a görögök, akik ugye a szétszórt északi törzsekre vonatkozott, illetve azokra, akik pogányként éltek, és az eredeti pogányokra. Ugye bemutatta azt, hogy mindenki egyformán bűn alatt van. A pogányok a tudatlanság miatt, a Yahudim, a zsidók pedig azért, mert nincs hitük. Ezért mindenki egyforma. Amint megvan írva, hogy nincsen csak egy igaz is, tehát egyetlen egy igaz sincsen, nincs, aki megértse, nincs, akinek értelme van, nincs, aki keresse Elohim, nem keresi senki. Ugye elérkezett egy olyan korhoz, mint ahova újra elérkeztünk, amikor az emberek legnagyobb többsége bűnben él, nincs értelme, hogy felfogja, hogy miről szól az írás, és nem is érdekli Elohim útja. Erről beszél itt Saul. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek, nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. Ugye mindenki eltért az útról, és egyetemesen az egész világ haszontalanná lett, azaz nem követi Yahuwah útját, az igazságot. Nincs, aki jót cselekedjék, egyetlen egy ember sem járja ezt az utat. Ez pedig demonstrálja azt, amit próbálok minden egyes alkalommal
átadni is az az, hogy Saul nem csak, hogy a törvényeket próbálta az embereknek elmagyarázni, úgyhogy hogyan kell azt szerint hitből élni, hanem azt is, hogy ő is használta az úgynevezett Ószövetséget, sőt, ez már a második idézet ebben a rómaiakhoz. Harmadik fejezetben ez például Zsoltárok Tehelim 14-es fejezetből egy szó szerinti idézet, az első vers. Nincs Elohim, megromlott. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincsen Elohim. Ugye mindaz, aki azt mondja, hogy nincs Isten, az mind balga, ostoba vagy bolond. Megromlottak, utálatosságot cselekedtek. Mi az utálatosság? Mindaz, amiről Jahua elmondja, hogy az utálatosság. Nincs, aki jót cselekedjék. Jahua letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes Elohimet kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy sem. Ez az, amit itt idéz Saul. Ezért mondja azt, hogy megvan írva, hogy nincsen csak egy igaz is. Azaz nincsen egyetlen igaz sem. Bizonyítván azt, hogy a profécia, amit ott Zsoltárokban olvashattunk, valóra vált itt, amikor ő járta a földet, és amikor mi járjuk itt most, ugyanaz a szituáció újra. 13-as ismét egy idézet Zsoltárok Tehelim 5-ös fejezetből, nyitott sírező torkok nyelvökkel álnokságot szólnak, áspis kígyó mérge van ajkaik alatt. Azaz azzal, amit tanítanak a Jahudim, a zsidók és az izraeliták, akiknek kellene lenni tulajdonképpen a törvénynek a hirdetőjének, hiszen erre utal itt az elején, hogy ő rábízta Elohim a beszédüket, ennek ellenére nem úgy tettek és igaztalanul éltek, és eltávolodtak onnan. Nem csak, hogy eltávolodtak onnan, hanem hogy egyetlen igaz sincs közöttük, és mi az igaz, a te törvényed igaz, ahogyan azt írja. Úgyhogy egyetlen sincs, aki ezt betartaná. Tehát Saul arra figyelmezteti őket, hogy a törvények nélkül élnek, és ez problémát okoz, és fog okozni. Ezért mondja, hogy nyitott síratorguk, hiszen ha az ember téves dolgokat tanít, mint akkor ők, meg most a legtöbben, akkor az az emberek halálát fogja jelenteni, nem itt, hanem a következő halálban, életben, illetve ítéletkor. Nyelvökkel álnokságot szólnak, mi lehet az álnokság más, mint a törvények ellenére szólni. Áspis kígyó mérge van ajkaik alatt. Zsoltár Tehelim 5-ös fejezet 10, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük, csupa romlottság, nyitott sírező dolgok, nyelvökkel hízelkednek. Ugye ez az, ahonnan idéz Saul. Tehát meg kell érteni azt, hogy amennyiben ő ebből idéz, az azt jelenti, hogy azok az emberek ismerték ezeket az írásokat. Azért idézett ebből, azért mondta, azért használta ezeket, mert tudta, hogy ebből lehet tanulni. Akkor ma miért nem használják az emberek, és miért mondják azt, hogy az Ószövetség? És hogy ennek már ebből nem lehet már igazából mit kihozni. Ha ő ezt használta, nem azt, hogy ezt használta, hanem idézett belőle egyszer, idézett belőle még egyszer, majd megmutatom, még korábban is volt egy, és a következő is egy idézet, de mielőtt oda rátérnénk arra, nézzük meg még egyszer öt tízest. Ugye a belsejük csupa romlottság, nyitott sírező torkok nyelvökkel hízelkednek, ugye arról beszél, hogy azt mondják, amit az ember hallani akar, és ezáltal elpusztítják a lelkét. Nézzük meg, mit ír elő második Péter, második Kefa, második fejezet. Így kezdődik. Valának pedig hamis proféták is a nép között. Ugyan erről beszél Saul is ott, hiszen azt mondja, hogy nyitott sírező torkok, erről ír Péter szintén, hogy hamis proféták a nép között, amiképpen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, ugyanúgy, ahogyan ez ma is van, és mindig is volt, már akkor is volt. Mind a kettő ugyanarról beszél. Akik veszedelmes eretnekséget fognak becsempészni. Mi más lehet az eretnekség, mint a Tora, az instrukciók, a mindenható szava, az ő írása, az ő parancsolatai ellenére való tanítás. És Jahuát, aki megváltotta őket, megtagadván
önmagukra hirtelen való veszedelmet hoznak. Hogyan tagadják meg úgy, hogy azt mondják, hogy eltörölte a parancsolatokat, hogy nem úgy kell élni, ahogyan ő élt, amikor itt járt köztünk. Jahusha Hamásiák, az ő Jahua szava. Ezért mondja azt, hogy az Urat, Adonai, az ő, aki megváltotta őket. Veszedelmet hoznak magukra, hiszen nem úgy élnek, ezáltal megtagadják őt. Mert azt mondják, hogy eltörölte a parancsolatokat. De nézzük meg, hogy hogyan is ír a romlottságról. És sokan fogják követni azoknak a romlottságát, akik miatt az igazság útja káromoltatni fog. Mi más lenne az igazság útja, mint a parancsolatok, mikor megmondja, hogy az az igazság útja. Úgyhogy egyértelmű, hogy nem csak Saul figyelmeztet erre, hanem ugyanúgy II. Péter levelében is arról ír, hogy a romlottság által az igazság útja káromoltatni fog, ami ma történik. Az igazság útja nem más, mint a parancsolatok. Az az szerint való életmód. Ahogyan azt írja, hogy keskeny az út és szűk a kapu. Ez az igazság útja, a parancsolatok az igazság útja, és ez káromoltatik ma, hogy az átok, hogy az rabság, az teher, azt nem tudja senki csinálni, az ó, ez az, amiről beszélt. És már akkor is erről volt szó. Nem, hogy ma. Áspis kígyó mérge van az ajkaik alatt, ez szintén egy idézet, ez pedig Tehelim Zsoltárok 140-es fejezetből idézett, ami a 4-es vers nyelvöket élesítik, mint a kígyó, áspis kígyó mérge van, ajkaik alatt szelá. És kik ezek, szabadíts meg engem, Jahua, a gonosz embertől, a zsarnok férfitől védj meg engem, akik gonoszt gondolnak szívükben, minden nap háborút kezdenek. Ezek azok, akiknek áspis kígyó mérge van az ajkai alatt. Akik háborút kezdeményeznek a fele barátok között. Azért problémás, mert ő az egységet szeretné. Azt szeretné elérni Jahua, hogy egy legyen egy test Hamásiákból kiindulva. Ez az ő célja. Ezért probléma az áspis kígyó mérge az ajkai alatt. Amiről ugye azt mondja itt, hogy gonoszt gondolnak a szívükben, hogy minden nap háborút kezdeményeznek. De egyébként példabeszédek, Misli 6-os fejezetben így ír, haszontalan ember, hamis férfi, aki állok szája jár. Ugyanúgy, ahogy itt, akinek a nyelve állokságot szól. Ugyanerről beszél Saul, nem csak a Zsoltárok 140, de példabeszédek 6 is ugyanerről ír, aki hunyorgat szemeivel, lábaival is szól, és ujjaival jeltát. Az, aki másra mutogat. Az, akinek a lába a gonoszságra fut. Az, aki kacsint, és két értelmű dolgokat mond, és az ember szemében ilyen a háta mögött, meg olyan. Álnokság van az ő szívében, gonosz forral minden időben háborúságot indít. Ugyanaz, amit Zsoltárok 140-ben ír. Ugyanaz, amire Saul utal itt. Azért, mert tudja, hogy ezek az emberek ezt használják, ezeket a könyveket használják, számukra ez volt az írás. Máté és Jelenések könyve nem állt rendelkezésükre még, tehát az Ószövetséget kell alkalmazni. Hogyha ők akkor azt használták tanulás, akkor mi miért ne használhatnánk, mikor ilyen dolgokat lehetne megtudni. Sőt, annak okáért hirtelen eljön az ő nyomorúsága, gyorsan megrontatik, nem lesz gyógyulása. Ugye ez a gonosz emberre, a haszontalan emberre vonatkozik, akikről itt ír, hogy haszontalanokká lettek. Tehát három helyen is ugyanazt olvashatjuk. Tehát az egész írás az elejétől a végéig következetesen ugyanazt tanítja. De nézzük meg azt, hogy e 6 dolgot gyűlöli Jahua, és 7 dolog utálat az ő lelkének. Erről már volt szó, korábban az utolsót nézzük meg, akik szerez háborúságot az atyafiak között. Ugyanúgy, ahogy itt minden nap háborút kezdeményez, ugyanúgy, ahogy Saul írja, méreg van az ajkai alatt. Ez az, amire utal, hogy háborúságot kezd minden nap, és gonosz gondol a szívében. Ha esetleg kérdés lenne még, hogy mi az az igazság, amiről ír Saul, akkor megnézhetjük Ezékiel 18-as, 9-es, az én parancsolataimban jár, törvényeimet megőrzi, hogy igazságot
cselekedjék, hiszen az az igazság az ő parancsolatai és az ő törvénye. Ez az igaz, ő élvén él, ezt mondja Jahuwah Elohim. Az igaz ember az, aki így él, aki ezekben a parancsolatokban jár. Azok, akikről itt ír, példabeszédek, hogy hamis férfi, haszontalan ember, az, aki gonoszt forral, akinek álnokság van, az pedig ennek nyilván az ellenkezőjét jelenti. Nézzük, hogyan folytatja Saul 14. Szájok tele átkozódással, keserűséggel. Szintén egy idézet, ez pedig Zsoltárok 10-es, Tehelim 10, 7-es vers. Szája tele átkozódással, csalársággal, erőszakossággal, nyelve alatt hamisság, álnokság. Mi ez? A törvények nem betartása. Az, aki így él, az nem szereti a fele barátját. Ezért a szeretet nem az a szeretet, amire mi most gondolunk, a szeretet az, amiről ők akkor beszéltek, ami Elohim parancsolata. Ezért figyelmezteti őket, hogy azok, amiket róluk mondanak, ugye erről beszélt itt, hogy némelyek mondogatják, amit minket is rágalmaznak, őket ahogyan rágalmazták, ezek az emberek ezt csinálják, amiket itt felsorol. És ezek az idézetek mind-mind az írásból származnak. És többnyire Zsoltárokból ajlátjuk. Lábaik gyorsak a vérontásra. 15. Lábaik gyorsak a vérontásra, útjaikon romlás, nyomorúság van, és a békességnek útját nem ismerik. Szintén egy idézett Zsoltárok. Ugyanúgy, ahogy nincs isteni félelem az ő szemök előtt, szintén egy idézet. Zsoltárok Tehelim 36. A gonosznak hamissága felől így gondolkozom szívemben, nincs ő előtte Elohim, azaz Isten félelem. Ugye erről beszél itt Saul, ez az idézet innen származik, szintén Zsoltárok könyve. Ha megnézzük, mi is az a gonosz, ugye az pedig kiderül Ezékiel 18:20, amely lélek vétkezik, aki vétkezik, annak meg kell halnia, az meg fog halni. A fiú ne viselje az apa vétkét, se az apa ne viselje a fiú vétkét, az igazon legyen az ő igazsága, és a gonoszon az ő gonossága. Aki vétkezik, az a gonosz, és annak meg kell halni a saját bűneiért. 19. Tudjuk pedig, hogy a törvény mit mond? Azoknak mondja, akik a törvény alatt vannak, hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Elohim ítélete alá essék. Mindenki, aki bűnt követel, az mind a törvény alatt van. És mindenki bűnt követette, és ez által mindenki az ítélet alá fog kerülni a végén. Hiszen mindenkire vonatkozik a törvény. Elohim törvénye mindenkire vonatkozik, és mindenki bűnös. Erről beszélt az előbb, hogy egyetlen egyet sem talált, nincsen, csak egy igaz is, nincs, aki megértse, nincs, aki keresse Elohimet. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanak lettek, nincs, aki jót cselekedik, nincsen egy sem, tehát mindenki a törvény alá esik, mindenki bűnös, ezért senki sem mondhatja, vagy dicsekedhet, sem a Yahudim, sem pedig a pogány. 20. Annak okáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte, mert a bűn ismerete a törvény által vagyom. Ugye a bűn, onnan tudjuk, hogy van bűn, hogy van törvény. Ha nem lenne törvény, akkor nem tudnánk, hogy van bűn. Hiszen a törvény az, ami megmutatja, a törvény megszegése maga a bűn. 1 János 3.4. Aki bűnt követel, Elohim törvénye ellen vétkezik, mert a bűn nem más, mint Elohim törvényével szembeni engedetlenség, 1 János 3.4, és ez, amiről itt beszél, mert a bűn ismerete törvény által vagyon, hiszen onnan tudjuk, hogyha bűnös valaki, hogy Elohim törvényét megszegi, ugye tehát egyértelmű mindenki számára, hogy Saul arról beszél, hogy a törvény áll, és mindig is állni fog. És mivel egyetlen igaz sincs, és az emberek mind vétkezett, ezért a törvény cselekedeteiből nem lehet megigazulni. Az, hogy az ember próbál a törvény szerint élni, nem az igazítja meg az embert, hanem a hite. Azonban ez nem azt jelenti, hogy mostantól kezdve zöld lámpát kap az, hogy mindenki azt csinál, amit akar, és nem is foglalkozik vele. Attól, hogy az ember nem képes, és alul marad a bűnnel szemben alkalmanként, az nem jelenti azt, hogy nem kell próbálkoznia egyáltalán. Nem a törvény az, én nem azt mondom, hogy a törvény az, a törvényekhez való ragaszkodás, és azt jelenti élet az, amiből megigazulunk. Én azt mondom, hogy ha nem próbál az ember úgy élni, akkor nem hisz igazán. 21 így szól, most pedig törvény nélkül jelent meg Elohimnek igazsága,
Mi is Elohim igazságáról már számtalanszor szó volt, ugye a törvény szerint és igazságot cselekedett, minden parancsolatomat megtartotta, s cselekedte azt élvén, éljen az, aki a törvény szerint igazságot cselekszik, és a parancsolatokat megtartja. Ez az ő igazsága. És ez az igazság törvény nélkül jelent meg, merről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a proféták. Ki is ez Jehusa HaMashiach, akiről az egész könyv szólt? Ezért mondta, hogy én a könyvtekercsben jövök. Ugye ez is Zsoltárok 40, Telim 48-as vers. Hogy a könyvtekercs róla szól. Egyrészt megjósolta, hogy el fog jönni, másrészt az, hogy most nem úgy jött, hogy elmondta, hogy ez és ez a törvény, hanem tanúbizonyságot tett róla, úgy élt, ezt írja le a 22-esben, Elohimnek igazsága, ugye mi az igazsága, törvény szerint igazságot cselekedett, minden parancsolatimat megtartotta, s cselekedte azokat. Igazsága pedig a Jehusa HaMashiachban való hit által mindazokhoz, és mindazoknak, akik hisznek. És ez a lényeg, az igazságot, amennyiben az ember hisz, onnantól kezdve a Ruach HaKodesh, a Szentlélek meg fogja mutatni az embernek. Amennyiben tanulmányozza azt a törvényt, amelyből itt idézget Saul mindvégig, amennyiben tanulmányozza, akkor az el fogja vezetni őt az igaz útra, ami cselekedetekben fog megnyilvánulni Jakab 2, a hit cselekedetek nélkül halott, és a hit cselekedetekben nyilvánul meg. Tehát a hit az, ami megigazítja az embert. Mi a hit? Zsidókhoz ábré 11, a hit pedig a reménylett dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Az, amiben reménykedik az ember, hogy Elohim be fogja teljesíteni az ígéretét, amennyiben az ember a törvény szerint él és megtartja a parancsolatokat és úgy cselekedik, akkor a végén élni fog. Ez az egyik része, hogy ebben reménykedik az ember, hogy ez igaz, annak ellenére, hogy nem tudja. És a nem látott dolgokról való meggyőződés, az, amit nem lát az ember, abban hisz és tudja, hogy a Földet úgy teremtette, hogy az embert úgy teremtette, hogy az egész világot ő teremtette, és hogy ő irányítja. Ez maga a hit. A hit az, amit nem lát az ember, és elhiszi, és amiben reménykedik. Ez Jehusa HaMashiachban való hit, hiszen nem láttuk, azonban reménykedünk abban, hogy amit ígért, azt elhozza mindazokhoz, és mindazoknak, akik hisznek, és a hit cselekedetekben nyilvánul meg, tehát azokhoz, akik úgy élnek, azok fognak majd a végén élni. Erről beszél Saul. Ezekhez jött el az igazság. Úgyhogy nem azt mondta, hogy ezt csináld, azt csináld, amazt csináld, hanem hogy úgy élt, és ezáltal megmutatta a számára. Ugyanúgy Zsidókhoz 11.3. Hit által értjük meg, hogy a világ Elohim beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő, hiszen elhisszük, hogy ami ide le van írva, az úgy történt, és hogy az ígéret valóban be fog teljesedni. Ezt jelenti a hit, aki hisz, ezekhez jött el Jehusa HaMashiach, hiszen az keresni fogja aztán az igazságot, és ki fogja deríteni, mert tanulmányozza azt a könyvet, amit ő ideadott nekünk, hogy ebből megismerhessük őt, hiszen ebben a könyvben róla van írva. Jehusa HaMashiach maga a szó. Ez Elohim igazsága, ez a keskeny út, ahogyan hozzá el tudunk jutni. Erről beszél Saul, hogy így lehet eljutni a teremtőhöz. Mert nincs különbség, mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Elohim dicsősége nélkül. Mindenki bűnös, tehát mindenki a törvény alatt van. Úgyhogy akár tetszik, akár nem, törvény így is, úgy is van, ezért minden száj bedugassék, az egész világ Elohim ítélete alá fog esni. Azonban akik hisznek, azokhoz fog eljönni az igazság. Mert mindenki vétkezett, nincs különbség. Megigazolván ingyen az ő kegyelméből, HaMashiach Jehusában való váltság által, tehát a megigazulás jön Jehusa HaMashiachból. És én mindvégig azt mondom, hogy az üdvösség, a megigazulás az hit által történik. Azonban amint megvan a hit, és mi azt állítjuk,
hogy mi hiszünk, onnantól kezdve nézzük meg Jakab második levelének 14-es versét. Mi haszna, atyám fiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? Avagy megtarthatja-e őt a hit? Ez a kérdés. Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában. Tehát Saul nem azt mondja, hogy hinnünk kell és mondogatni, hogy szeretünk mindenkit, és onnantól kezdve kész. Azt mondja, hogy a hit által igazulunk meg. Jehusa Hamásiákban való hit által, azonban ő pontosan tudja, hogy a hit után a cselekedetekben fog megnyilvánulni. Hiszen az ember azért ad, ugye ez a példa itt, azért ad annak, akinek szüksége van rá, mert hisz, és azért, mert hiszi az, hogy így szereti az ember a fele barátját. Nem úgy, hogy mondogatja, hanem úgy, hogy cselekszik. Hiszen ha azt mondogatom, hogy szeretek mindenkit, de nem segítek senkinek, akkor vajon miben nyilv, akkor hogyan lehet azt mondani, hogy valaki hisz, ha nincsenek cselekedetei. Erre utal nem csak Jakab, hanem erről beszél is Saul is. Nézzük tovább, 25. Akit Elohim eleve elrendelt engesztelő áldozatul, tehát ez nem most találta ki, meg nem félúton jutott eszébe, hogy el kell törölni a törvényeket, mert ezek az emberek mégse fogják tudni, hiszen ő már az elején tudta, hogy mi lesz a vége, akkor minek változtatta volna meg az egészet félúton, ha tudta, hogy mi lesz a vége, és most írja azt, hogy eleve elrendelte, akkor ő nem az, hogy meglepetésként érte, hogy ó, az emberek mégse tudnak úgy élni, hanem egyszerűen tudta, hogy mi lesz, úgyhogy nem kell megváltoztatnia semmit, hanem egyszerűen az emberek szívébe fogja tenni a parancsolatait, és az ő saját ruákjával, a szent lélekkel fogja az embereket irányítani. Azt, aki úgy él, aki hisz, hiszen a hit által az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát, az előbb elkövetett bűnök elnézése miatt. Tehát ingyen igazolunk meg, azáltal az áldozat által, amit Jehusa Hamásiák bemutatott, amit Elohim, az atya eleve elrendelt, azoknak, akik hisznek, ami aztán cselekedetekben nyilvánul meg, az ő vérében, az ő áldozatában, Jehusa Hamásiák áldozatában, hogy megmutassa az ő igazságát, mi is az igazság, ugye erről már volt szó számtalanszor, a törvény szerint igazságot cselekedett, minden parancsolatot megtartotta, s cselekedte azt élven, éljen igazság, a törvények és az ő parancsolatai, az ő beszéde. Tehát aki igazság, az ő igazságát megmutatta, az előbb elkövetett bűnök elnézésére. Nem minden bűn, hanem a korábban elkövetett bűnök elnézésére. Úgyhogy aki azt gondolja, hogy ez onnantól kezdve szabad rablás van, és csak mondogatni kell, az ebből a két mondatból egy gondosabb elemzéssel rájöhet arra, hogy ez bizony nem így van. Hanem inkább az ellenkezője igaz. Erről beszél Jesiahu Ézsaiás 46-os fejezet 9-es verstől. Emlékezzetek meg a messzi régi dolgokról. Miről? Az előbb elkövetett bűnöket se felejtsétek el. Természetesen itt Ézsaiás arról beszél, az ő cselekedeteiről, Elohim cselekedeteiről, hogy én vagyok Elohim, és nincsen több, nincsen három, nincsen kettő, nincsen két még másik karakter, hanem én vagyok Elohim, és nincsen több. Elohim vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Nincs két másik, aki még én vagyok, akikkel együtt dolgozok, hanem én vagyok egyedül, az a másik kettő, az két egészen más dolog. A lényeg azonban ez, ki megjelentem kezdettől fogva a véget és előre azokat, amik még meg nem történtek, mondván tanácsom megáll, mi a tanács az ő szava, és véghez viszem minden akaratomat. Erről beszél itt, hogy eleve elrendelte az engesztelő áldozatról, hit által az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát, ami az ő törvényei az előbb elkövetett bűnök elnézése miatt. Ugyanúgy, ahogy megmondja Ézsaiás esetében, hogy megjelenti kezdettől fogva a véget, hiszen tudta, hogy mi lesz, és előre azokat, amik még meg nem történtek. És az egész könyv arról szól, hogy el fog jönni egy megváltó, aki
megváltja Izrael népét, aki egyesíti a két királyságot, az ő népét egyesíti, és ezáltal az egész világ bűneiért meghal, és aki hisz, annak a cselekedetei úgy fognak ahhoz igazodni, és azok azok, aki az ő népe lesz a végén. Ez az, amiről beszél, és hogy az ő tanácsa megáll, és véghez viszi minden akaratát. Ez az, amit itt megismétel Saul, erről szól az egész könyv, és ő is ezt ismétli meg. Azonban nem arról van szó, hogy az összes bűnt el fogja törölni, arról van szó, hogy az előbb, azaz a korábban a megtérés előtti bűnöket el fogja nézni, azonban ami utána következik be, az már nem. Zsidókhoz Ábré 10.26, mert ha szándékosan vétkezünk az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat. És ezért mondja azt, hogy az előbb elkövetett bűnök elnézésére, és nem arra, amikor az ember már tudja, hogy bűnt követel, és ennek ellenére csinálja. Mellesleg ugyanúgy, ahogy Zsidókhoz 10-ben azt írja, hogy szándékosan vétkezünk, akkor nincs több áldozat, és ezt erről beszél is Saul, hogy az előbb elkövetett bűnök elnézése, ugyan erről ír 4 Mózesben, Midbar 15, a benszülöttnek, Izrael és Selef fiai között, és a jövevénynek, azaz, aki Izrael vérszerint, és aki oda tartozik, mert úgy akar élni, aki közöttük tartozkodik, egy törvény legyen néktek afelől, aki tévedésből cselekszik. Aki tévedésből cselekszik, már akkor is áldozattal járulhatott Jahuához. De amely ember felemelt kézzel cselekszik, azaz szándékosan, akár benszülött, akár jövevény, Jahuát illeti a szidalommal, vágassék ki azért az ő népe közül, már akkor sem volt azért áldozat, aki szándékosan vétkezett. Ugyanúgy, ahogyan erről beszél a Zsidókhoz írt levél szerzője szintén. Mivel, hogy Jahuának szavát megvetette, hiszen tudta, hogy mi a szabály, és ennek ellenére nem csinálta, és az ő parancsolatját megszegte, kiirtassék az az ember, az ő hamissága legyen rajta. Ugyanúgy, ahogy a törvény szerint igazságot cselekszik, minden parancsolatot megtarta, és úgy cselekszik az éjjel. Erről van szó mindvégig a könyvben. És erről beszél itt 4 Mózes 15 is. Aki szándékosan cselekszik, aki tudja, hogy mit kellene enni, és ennek ellenére nem úgy él, aki tudja, hogy mikor van a szombatnap, és nem úgy csinál, aki tudja az ünnepnapokat, és nem úgy csinálja, és a többi, és a többi. Ez mind-mind szándékos bűnnek számít. 26-os vers, Elohim hosszú tűrésénél, türelménél fogva az ő igazságának megbizonyítására, igazság az ő parancsolatai a mostani időben, ugye amikor ő élt, hogy igaz legyen ő, és megtisztítsa azt, aki Jahusa hitéből való. Ki az, aki az ő hitéből való? A hit cselekedetekben nyilvánul meg. Szóval nézzük, hogy mit is ír itt. Ugye, aki Jahusa hitéből való? Ki az, aki Jahusa hitéből való? 1 Jehu Kanon 1 János 2. fejezet. És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért. Ugye, ugyanaz, amit itt ír, hogy engesztelő áldozat, Jahusa Hamásiák, a hit által, tehát engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világért, azaz a jövevény és az izraelita. És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. És ő megmondta, hogy ő nem hozott új parancsolatot, hanem mindazt, amit az atyától hallott. Aki ezt mondta, ismerem őt, és az ő parancsolatai meg nem tartja, hazug az is, nincs abban igazság. Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljes élet, Elohim szeretete. Hiszen a parancsolatok az egyenlő Elohim szeretetével. Leírja azt is, hogy mik azok a parancsolatok. Atyámfiai, nem új parancsolatot írok néktek, hanem régi parancsolatot, mely előttetek volt kezdetektől fogva. Mi az, ami kezdetektől fogva előttük volt? Az, hogy nekik adta az ő beszédét, és kiderült az, hogy az ő beszéde azok a parancsolatok, amelyeket adott neki a sínai hegyen. Ezek azok, amikről itt ír. A régi parancsolat az ige. Az ige pedig nem más, mint Elohim szava az ő parancsolatai, amelyet kezdetektől fogva hallottatok. Ki az, aki kezdettől fogva hallotta? Az izraelita, tehát első Jehu Kanon János szintén az izraelitákhoz ír. Ugyanúgy, ahogy mindegyik másik. De a lényeg nem is az. A lényeg az, hogy aki hitből való, az megtartja a parancsolatokat, és azok szerint él.
Onnan is érkeztek ezek a parancsolatok, melyekről Jehukanon János beszélt, és amelyeket Jehusa Hamásiak adott nekünk a megváltó. János 14, Jehukanon 14, 10. Nem hiszed-é, hogy én az atyában vagyok, és az atyaim bennem van? A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi a dolgokat. Tehát ő nem a saját beszédeit mondta, hanem Elohim, azaz az atya szavát hozta le, hogy megcselekedje azt, hogy megmutassa nekünk, hogy hogyan kell élnünk. Úgyhogy a parancsolatok nem változott, és az, ahogyan az embernek élnie kéne, sem változott. Egész egyszerűen egy másik módon próbálja meg a teremtő elérni azt, hogy azok, akik ezen az úton akarnak járni, azok képesek legyenek rá. És így tudja majd megigazítani azt az embert, a Ruach HaKodesh, a vigasztaló által azt, aki a Jehusa HaMashiach Jézus hitéből való. Erről beszéli. Az ő igazságának megbizonyítására a mostani időben, hogy igaz legyen ő, és megigazítsa azt, aki Jézus Jehusa HaMashiach hitéből való. Hogyan fogja megigazítani azt? Úgy, hogy elküldi hozzá az igazságnak a lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem láthatja őt, és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Ez pedig János 14. Ezáltal fogja megigazítani azt, aki a hitből való, a hit cselekedetekben nyilvánul meg, aki cselekszi azt, ami az ő parancsolatai, és az fog élni. Erre való az áldozat, melyet az a kezdetektől fogva tudott. 27. Hol van tehát a dicsekvés? Minek dicsekedne bárki is? Kirekesztetett, tehát megszűnt, vége van. Mely törvény által? A cselekedeteki által? Nem, hanem a hit törvénye által. Nem az, aki cselekszi a törvényt, mint egy robot, rossz hozzáad, és a farizeusi törvényeket csinál, és a Talmudot, és össze-vissza mindent, hanem az, aki hisz, hiszen annak fogja megmutatni, hogy melyik a helyes út. Ez a hit törvénye. Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg a törvény cselekedetei nélkül. Ami pontosan így van, hiszen a hit az, ami igazzá teszi az embert, hiszen amikor az ember hisz, ugye megnéztük, hogy mi a hit, a reménylek dolgoknak abban való reménykedés, amit nem lát az ember, ez a hit, ez által igazul, és nem az által, amit csinál. Hiszen az embernek hinnie kell, hiszen csak akkor fogja az áldozatot tudni elfogadni. És az áldozat szükséges a bűnökért, amelyeket korábban elkövettünk, hiszen mindenki elkövette, így mindenki a törvények alatt van. Ezért csak a hit által lehet megigazolni. Azonban azt nem mondja, hogy nem kell a törvényeket onnantól kezdve megtanulni és betartani, hiszen a törvény attól még áll, és szándékosan nem vétkezhetünk, vagy tudatlanul se a végtelenség. Ha nem is keressük, akkor nincs hitünk. Ha van hitünk, akkor keressük, és ha keressük, megismerjük, ha pedig megismerjük, úgy kell élni. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a mi életünk, a cselekedeteink fognak minket az üdvösségig eljuttatni. De azt sem mondja, hogy nem kellenek a cselekedetek, csak azt mondja, hogy a megigazulás a cselekedet nélkül van. 29. Avagy Elohim csak a zsidókéje? Azaz a Yahudimé, a déli királyság, aki még akkor Jeruzsálemben volt, amely nem a pogányoké és bizony a pogányoké is, hiszen mindenkire vonatkoznak a törvények. Mivel, hogy egy az Elohim, aki megigazítja a zsidót, a Yahudimet hitből, és a pogányt a hit által. Mindenkit a hite fog megigazítani. A törvény tehát hiába valóvá tesszük-e hit által, távol legyen, sőt, inkább a törvényt megerősítjük. Akkor hogy lehet azt mondani, hogy Saul eltörölte a törvényt, mikor elmagyarázta az egész gyönyörűen, felhasználva a Tanákot, a Zsoltárokat, az egész írást, hogy elvezessen minket oda, hogy a törvény által nem lehet megigazodni, azonban a törvényt nem tesszük hiába valóvá hit által, ugyanúgy, ahogy Jakab mondja azt, hanem a törvényt megerősítjük, ahogyan Jehusa HaMashiach tette, mikor mondta, hogy nem, hogy ha házasságot törsz az asszonya, hanem ha ránézel, úgy akkor is
elkövetted a bűnt. Szóval ez rómaiakhoz 3, és nagyon remélem, hogy mindenki számára világos az, amiről szól, és egy az Elohim, aki a pogány és a Jehudim, vagyis a zsidónak az Elohim. Egy Elohim, egy törvény, egy lélek, egy megváltó és egyfajta élet. Aki nem úgy él, az nem fog eljutni oda, hiszen a törvényt nem tesszük hiába valóvá hitáltal, hanem inkább megerősítjük, hiszen aki azt mondja, hogy hisz, az úgy fog azután élni, hiszen aki nem úgy él, az nem hisz. Aki ezt mondja, ismerem őt és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug és nincs meg abban az igazság. Úgyhogy Saul ezt szerette volna elmagyarázni a rómaiaknak, és ugyanaz volt a probléma, mint mindig, mint az egész levelek során végig, hogy a Jahudim, a zsidók, a cselekedeteik nem volt meg a hitük, nem hitték el azt, hogy a Jahusua HaMashiach Jézus az áldozat, és ő volt az, aki meghalt a bűneiket, hanem ők a cselekedeteiket szerették volna tovább folytatni, és azáltal eljutni, és nem lehetett eljutni. Ezt szerette volna bemagyarázni nekik. Ők voltak azok, akik félrevezették a többit, a pogányokat, akik tanítgatták nekik azt, amit addig is csináltak, ami nem volt helyes. Ezt próbálta nekik elmagyarázni, hogy nem a cselekedet a lényeg, hanem a hit, azonban a cselekedet követni fogja azt, és elküldi a vigasztalót, Jehusua HaMashiach a saját nevében, az atyától, aki majd vezet minket, ha tanulmányozzuk azt, az írást, akkor meg fogjuk tudni. Úgyhogy remélem, hogy hasznos volt és érthető, hogy Saul a törvényeket és a Jehusua HaMashiach bizonyságtételét együttesen hirdette az embereknek. Mindenkinek a legjobbakat, és folytatjuk hamarosan, halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt! Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!